Vendégünk a Békés Csabai Napsugár Bábszínház bábművésze, hivatalos mesemondó, só semőke köszöntelek stúdiónkban. Szeretettel köszöntelek én is téged. Ugye nem is olyan régen új helyre költöztetek, a felújított és kibővített Ursinyi Belicei Kúria sokak szerint hazánk egyik legkorszerűbb bábszínháza lett. Belaktátok már a helyet? Igen, most már javában folynak a próbák, október 7-én lesz az első bemutatónk, amit uh... Rumi László rendez, a Napfia Jóikó címmel egy lapmese. Miben különbözik az új hely a régiektől, ahol eddig voltatok? <laughs> Én ugye a kezdetektől itt vagyok a Bábszínházban, tehát ö, alapító tagja vagyok a, a hivatásos Bábszínháznak 2005 óta, úgyhogy elég sok helyszínen voltam már összesen lehet hasonlítani. De mindig hozzáteszem azt is, hogy igazából ez csak épület, ami természetesen nagyon fontos, de a lényeg az, az ugye nem, nem feltétlen ezen múlik. Mi az, ami múlik? Hát a, a tartalommal, hogy mivel töltjük meg majd ezt, a, ezt az intézményt, úgymond. Ha visszamegyünk a kezdetekhez, hogyan lett belőled bábszínész, bábművész? Mindig is ezt akartad csinálni? Elég sok mindennel szerettem volna én is foglalkozni, mint mindenki más. Uh, utólag visszagondolva, minden jel arra mutatott, hogy én a bábművészettel fogok foglalkozni, ugyanis uh, már uh, kislánykoromban, mivel nem jutott más uh, szakkör, senki nem ment bábkörre, csak <gül> <gül> ez maradt, ez dobta a gép, aztán én is uh, báb bábkörre jártam, ahol... Uh, Külön számokat kaptam, amit eljátszhattam, és aztán ezt kamatoztattam a lépcsőházban a gyerekeknek. Ugye nem volt tévénk, vagyis volt tévénk, de nem volt benne semmiféle műsor, nem még villany, se volt semmi. Úgyhogy nagyon kreatívan, A negyedik emeleten édesapám vasaló készítettem paravánt, és játszottam a, a szomszédoknak. És aztán néhány év múlva, jó, néhány évtized mondhatom azt is szinte, aztán egy, egy hirdetést megláttam, ami, amelyben az szerepelt, hogy indul egy bábszínész iskola Kolozsváron, és akkor felhívtam telefonon, jelentkeztem, és aztán ott elindult minden. Mert ugye te Erdélyből szám. Igen, én Székelyudvarhelyen születtem, és ott is nőttem fel. És mikor volt az a pont, amikor rádöbbentél, hogy igen, ez lesz a te életed? Én nem tudom, hogy volt-e ilyen pont. Nyilván mind mindig voltak olyan pillanatok, amikor elbizonytalanodtam, amikor nem tudtam, hogy. Tehát amikor, azt gondolom, ez is természetes dolog, hogy az ember felteszi magának a kérdést többször, hogy jó helyen vagyok, alkalmas vagyok egyáltalán erre. Én mai napig nem tudom, hogy alkalmas vagyok erre a feladatra. Ugye van, van mindig mihez képest fejlődni, tehát soha nincs kész az ember, hogy akkor most én kész vagyok, és akkor ezzel fogok foglalkozni, mert ez nekem jogom van. Szóval így tele vagyok most is kételjel, kérdéssel, bizonytalansággal. A családban volt olyan, aki a bábművészettel foglalkozott? Senki. Édesapám volt műkedvelő színész, egyébként szabó mester, de ott a helyi csoportban <laughs> ő is a svejket játszotta, úgyhogy gondolom ilyen kis színészi képességei, tehát ő, ő, ő ott nekünk produkálta magát elég sokszor, megnevettette a családot, meg a családomban nagyon sok előadó van, Érekes, mesemondó, de mindenki tulajdonképpen, vagy pontosabban nem hivatásos előadók, hanem ilyen műkedvelők, családon belüli <laughs> előadók. És mit szóltak ahhoz, hogy te ebből akarsz megélni? A szüleim sose szóltak bele, szóval nem minősítették azt, hogy, jó vagy rossz, elmondták a véleményüket dolgokról, de úgy hagyták, hogy én kibontakozzak. Ilyen szempontból szerencsés voltam. Ezt is támogatták. Ugye én elmentem felvételizni Kolozsvárra egy ilyen bábszínész képző iskolába, mert ugye Erdélyben nem volt felsőfokú képzés, de még itt Magyarországon sem, tehát bábművészetből, hanem színházaknál lehetett elsajátítani ezt a, ezt a szakmát. És akkor én, hogy indult egy ilyen iskola, és éppen én is keresgéltem, hogy merre induljak el. Színművészet, még teológia is szóba jött, hogy én, tehát mai napig is vonzódom, tehát picit sajnálom, hogy az úgy nem sikerült aztán tulajdonképpen ott felvettek ebbe az iskolába, és de ez mivel egy ilyen hétvégi képzés lett volna, Magyarországról jöttek volna át Kolozsvárra bábművészek, ezért ott kellett tartózkodnom, és akkor felvételiztem a Pukbáb színházba. Ez éppen 25 éve, szinte napra pontosan, hogy volt az első bemutató ott Kolozsváron. Mert ugye aztán ott dolgoztam is, és akkor ez az iskola Mégsem indult be, pontosan nem is tudom, hogy miért, a lényeg, hogy pár évig ott voltam Kolozsváron bábszínész, úgyhogy nem volt hozzá semmiféle végzettségem, és az idősektől tanultuk a szakmát, és nagy örömmel önfeledten játszottam. Nem tudtam, hogy mit nem tudok, ahogy Móriczka elképzelte ezt az egészet. Hogyan kerültél Békés Csabára a Napsugár bábszínházhoz? A Napsugár Bábszínházhoz úgy kerültem, hogy a aztán később Kolozsvárról Budapestre felvételiztem, mert ott indítottak felsőfokú bábszínészképző stúdiót a Budapest Bábszínházban, és ott volt katonai szolgálaton Lenkefi Zoltán igazgató úr, aki nagy szeretettel besegített a mi stúdiós munkánkba, ugye én rajzolni nem nagyon tudtam, akkor mikor valami etüthöz vagy előadáshoz kellett egy figurát tervezni, akkor én mindig bementem Zolihoz, az, hogy Lices rajzol nekem egy malackát, vagy ezt az is rajzolgatott, és akkor így megismerkedtünk egymással, és, és, és ő vizsgánkra is bejött, tehát ő látta azt, hogy én körülbelül milyen karakter vagyok. Miután befejeztem én ezt a bábszínészképző stúdiót három és fél évig ugye Budapesten voltam, én Györgyre szerződtem, minden Áron-Székelyföldön szerettem volna bábjátékosként játszani, hogy ott, 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 ott is induljon be. Voltak ugyan bábszínházak, szóval, hogy otthon legyek, ott nagyobb szükség van rám, úgy képzeltem el. De aztán Szentgyörgyön másképp alakultak a dolgok, és Zoli felkeresett, hogy itt indul Békés Csabán hivatásos bábszínház, Előtte ugye volt már a Lenkefi Konrád bábegyüttes a Napsugár báb együttes, és nekik köszönhetően van most bábszínház, ezt mindig hozzá is kell tenni. Hogy akkor úgy döntöttek, hogy itt szeretnének a hivatásos bábszínházat, hogy jönnék-e munkatársnak. És akkor elég sokáig gondolkodtam, Na, ekkor a szüleim is megszólaltak, hogy, hogy ők ezt támogatják, hogy próbáljam ki hogy egy évet adtam, hogy akkor eljövök, és akkor ez most így 18 éve. Aztán, hogy meddig tart, azt ugye senki nem tudja. Ha össze lehet számolni, hány előadás van már a hátad mögött? Most nem fogok, nem fogom összeszámolni, de elég sok. Hát inkább így a szerepekre emlékszem, hogy, hogy a rókak, ezért szép a bábszínházban, mert tényleg olyan sok minden lehet az ember, üvektől kezdve rókakomáig, malactól, kecskéig, királykisasszonytól, boszorkányig, szóval matopé, most matopé vagyok, úgyhogy az új darabban. De nem csak a Napsugárbáb színházhoz, hanem a Meseházhoz is szoros kapcsolat fűz. Ez a kapcsolat mikor kezdődött? A Meseházba egy Békés Csabai kedves barátom vitt el és ott, mikor megláttam a, hát a meseházat és benne a Séner alkotásokat, akkor eszembe jutott, hogy valamikor nekem Kovács Ildikó bábrendező beszélt erről a művészről, Séner Mihályról, hogy ő kizárólag vele szeretné a János Vitézt megterveztetni. És én is ott ámultam, bámultam, és valahogy ez a millió, ami ott van, meg hát Veres Kriszta személyisége annyira annyira hitelesnek, annyira csodálatos uh, birodalomnak tűnt az ott uh, történő eseményekkel együtt, hogy én azóta vendég vagyok ott a Meseházban. Nagyon, nagyon szeretem azt is. A bábszínészet mellett te hivatalos mesemondó is vagy? Vizsgáznod is kellett belőle? Jaj, most már van mesemondó képzés. A hagyományok házában úgy hallottam, de oda nem mernék elmenni. Nem, nem, nem tudnám, hogy, hogy ezt. Szóval nem vagyok hivat, hivatalos. Én nem is tudom, hogy ezt úgy mondják, hogy mesemondó. Nem tudom, hogy mesemondó vagyok-e. Nem vagyok végzett mesemondós. Nem is leszek, azt hiszem szeretek mesét mondani, a mesékkel, hogyha így visszagondolok az óvodára, szokták mondani mindig, hogy még a gyerekkoromban, meg az óvodában kitaláltam, de ugye a mese, mesemondással kapcsolatosan van egy olyan élményem az óvodában, hogy, hogy felkért az egyik óvodástársam, hogy mondjak egy mesét, és akkor kiültettek egy hokedlire a csoport elé, és én elkezdtem mesét mondani, de összekevertem a meséket, amiket így hallottam itt, ott, amott, úgyhogy született egy új mese, addig nem létező mese, és emlékszem, hogy úgy ment ugye a belső mozi, és mondtam, mondtam, és nagyon jó, én nagyon jól éreztem magam, aztán, hogy a többiek, hogy én ugye nem tudok arról nyilatkozni, de, de az biztos, hogy egyszer megszólalt az óvonéni, hogy most már hagyjam abban, mert hazudok. De ez így történt, és, és végülis tényleg, tényleg, ha lehet így is fogalmazni, hogy hogy hazudod, ez olyan rosszul hangzik, inkább kitaláltam a mesét. Mert ugye a mesében nem is lehet hazudni. Hát nem, nem ildomos. <laughs> Csak ha indokolt. <laughs> Van kedvenc karaktered, kedvenc mesefigurád? Hát azt hiszem, hogy, hogy az ember érzi, hogy miben hiteles. És ami inkább, inkább ilyen, én optimista embernek tartom magam, és azt hiszem, hogy azokkal tudok a leginkább azonosulni, amelyek előre viszik a dolgokat. <laughs> és mind, mind, így, így, hogy kedvenc karakterem, nem tudom, mindig, mindig éppen amiben vagyok, azt hiszem, hogy igyekszem azzal úgy azonosulni, hogy, hogy kedvencemé váljon. Akkor, ha nem is kedvenc karakter, de kedvenc előadásod van? Igen. Most például, de lehet azért, mert ez a legfrissebb, de nagyon szeretem ezt a Miskát, amit a meseházban készítettünk, ugyan Séner Mihály emlékére az egy kihívás volt mindenféle szempontból, szövegtanulás, rengeteg minőségi szöveg, tehát <laughs> hogy Zalán Tibor szövege, verses mese, vagy hát ugye rímek, elég, elég, <laughs> tehát nem egy hétköznapi szöveg, és tehát ki, ilyen szempontból is kihívás volt az, hogy, hogy a rövid idő alatt kellett megcsinálni az előadást, nem volt olyan sok eszköz benne, Szóval ilyen szempontból is kihívás volt, viszont játszani nagyon jó benne. Én azt hiszem, hogy ezt meg kell, meg kell nézni a nézőknek, hogy, hogy, el tudják mondani, hogy, hogy rájuk ez milyen hatásra van, de én belülről azt érzem, hogy ez nekem jó. Miről szól ez az előadás? Ez tulajdonképpen ugye a Séner életéről, gyerekkoráról, ahogy az édesanyja felkészíti az életre is, és elengedi őt egy életútról. Idén áprilisban egy varázslatos mesét vitt színre a Báb Színház. Ez volt a Virágot lépő lány című előadás. Ez egy egyszereplős darab volt, és te egy bábkészítő nénét alakítottál. Jól tudom? Igen, ugyan egyszereplős volt a, a, az előadás, tehát a néni kis életéről szólt, de hozzá kell tennem, hogy volt egy segítőm is, mert hogy a néninek egy macskája is volt, és az természetesen egy bábszínész kolléganő játszotta, a Cumbi úgyhogy két volt, csak a bábos alázat, ugye ő most háttérbe került. Ez, ezt az előadást Márkó Eszter rendezte, és e, tulajdonképpen remélem, hogy még játszani fogjuk, ez is egy, egy kihívás volt számomra. Aztán Igazából így ennyit tudok most. <laughs> Ugye volt egy olyan időszak, amikor mindenki a négy fal közé kényszerült, ez volt a COVID-miatti lezárások időszaka. Te ezt hogyan élted át? Ugye az, hogy egy előadás létrejöjjön, mi próbálunk előtte. Tehát ugye a néző látja a kész művet, az nem tudja, hogy előtte micsoda munka folyik. A bábkészítő a diszletkészítő műhelyben, a, az irodákban, mi színészek, amennyit ezt kigyakoroljuk, ugye, a, a, tehát ez egy, egy közösségi munka. Az, amikor mi bekerültünk a kis lakásunkba, kinek mekkora van, ugye, <laughs> <laughs> Nekünk kislakásunk volt, és akkor várták tőlünk, a, 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 hogy mi is valamit produkáljunk. Ugye mindenki mutatta magát, a, azóta is mutatjuk a, az egész életünket, nem kell erről beszélnem. És akkor mi is produkáljunk valamit. És ez, ez volt nekem a nehezebb, hogy visszamentem így a, a, a stúdiós... A, időszakomban, amikor ott is mindig agyalni kellett, hogy frappáns etüdőket csináljunk. Rövidet, tömöret, végén csattanóval. Hát, és akkor ugye az otth otthoni kellékekből kellett én is valamit produkáljak, és akkor egy, készítettem egy etüdőt, a húsleves főzés, ez fel is került az internetre, hogy <laughs> Pink Floyd zenére a, 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 hogy fő a húsleves, a kislányom volt az operatőr, próbáltuk mi is jelezni a világnak, hogy létezünk mi is, mert azért egy picit fájdalmas volt, hogy a kultúra volt az, amit először bezártak, és utoljára nyitottak ki. Tehát, hogy, hogy nélküled van élet. Ugyanolyan. Nem, nem ugyanolyan, azt bocsánat, rosszul mondtam. A más, tehát úgy tűnik, mintha olyan lenne. Az, hogy mi mit élünk, hát ez egy másik dolog, de hogy, hogy gondolom, hogy sivárabb lenne. A kultúra nélkül, meg a művészetek nélkül az élet. A kislányod érdeklődik a bábművészet iránt? Ő megnézi az előadásainkat, tehát így, ő, ugye ott nőtt fel ő is a, a bábszínházban. Ő, ő nagyon szeret rajzolni, tehát hogy hatással volt rá mindenképpen ez a műfaj, és bizom benne, hogy 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 majd picit komolyabban bekapcsolódik ebbe a munkába, de nem fogom erőltetni, semmiképpen nem gondolom, hogy ő azt kéne folytassa, amit én elkezdtem, vagy most. De, de bízom benne, hogy valahogy elültettem a magot az ő kicsi lelkébe. <laughs> a te olvasatodban mit jelent a bábművészet? Mi a lényege? Mi a bábozás szépsége? A bábú, hogyha ugye, ha mozgatjuk, attól még nem kelt életre. Az, hogy, hogy, hogy a mi érzéseinket belevarázsoljuk ebbe a tárgyba. Ezt, hogyha az ember megtapasztalja egyszer, hogy, hogy például a kisgyerek, ahogy észreveszi ezt a kis fura lényt, hogy a, hogy a tárgy él, ez a, ezt a varázslatot, azt hiszem, hogy ezt, ezt semmivel nem lehet összehasonlítani. Tehát ez olyan varázslat, hogy összefoglalja, egybefoglalja az élet-halál kérdést. Tehát, hogy minden benne van, életről, halálról, a bábuban. És olyan, olyan gondolatokat, érzéseket lehet kifejezni általa, legalábbis én azt gondolom, hogy én még mással ezt nem tudtam elírni, csak a bábunk keresztül. Ugye te adod a bábnak az életet. Volt már olyan, hogy valamelyik bábtól tanultál valamit? Mindeniktől tanultam. Mindenikkel egy olyan, ö, olyan, olyan belsőséges kapcsolat alakult ki, olyan intim kapcsolat. Szinte, most, ezt most először próbálom megfogalmazni, hogy valami olyan titok, olyan, olyan kapcsolat, szinte mint a, amikor a, az ember az Istenhez imádkozik. Tehát, hogy, hogy egy ilyen, ilyen, ilyen kis intim belső kapcsolat. Hogyan látod, milyen lesz a Békés Csabai bábművészet jövője? Nagyon optimista vagyok. Hát említetted, hogy, hogy milyen korszerű bábszínházat kapott a város, a város gyerekei. Tehát ez ez tényleg nagyon nagy dolog, az, hogy van egy ilyen sziget a városban, egy ilyen, egy ilyen birodalom, ahova a gyerekek is és a felnőttek is jöhetnek, és egy ilyen különleges műfaj újra... Életre kapott. Ma ugye itt vagyunk 18 éve, játsszuk a bérleteket, és még most is van olyan ember, aki nem is tudta, hogy van Békés Csabán bábszínház. És most, most pedig egy ilyen főhelyen, szinte olyan, mint egy mesé, mesében történne az egész, hogy így kinőtt, és ott van szem előtt, és nagyon-nagyon szép jövőt képzelek én a bábszínháznak is, a műfajnak is, és a, a csabaiaknak is. Ha újra kezdhetnéd, ugyanígy csinálnád, ugyanezt a szakmát választanád? Hú, annyi minden lehetne az ember. Én már pékségbe pégs, is szerettem volna menni. Olyan rövid az élet egyébként, hogy az ember csak egy dologgal foglalkozom, viszont most azt, azt, lát, azt tapasztaljuk, hogy mindenki olyan sok mindenke, mindenhez kell értsen, hogy, hogy ebbe is belekóstolunk, abba is, ebben is jó lehetek, abba is, és így elaprózzuk magunkat. Azt hiszem, szerencsés vagyok, hogy én most már így 25 éve jó, persze mellette csinál az ember ezt, azt, amaz, belekóstól ugye zenekarunk is van, mindenne, mindennek foglalkozunk, de hogy, hogy lehetőségem van kiteljesedni egy, egy szakmában, hogy jót-rosszat megélni benne, és esetleg fejlődni abban, ez, a, ez nagyon nagy lehetőség, nagyon nagy ajándék az élettől. Jó lenne, ha mindenki... Mindenki így, ezt így megtehetné. És ha már szóba került a zenekar, ugye szabadidődben, ha van egyáltalán ilyen, énekelsz egy együttesben, ez a csapat pedig a Pupa Trupa. Mi ez az együttes? Hát a, a Pupa Trupa az egy nagyon-nagyon profi zenekar, profi zenészekkel. Én és, és most ez nem egy ilyen, egy ilyen műbalhé, hogy <laughs> modern legyek, hanem ez, ez az őszintesség, hogy én vagyok benne a néni, aki szeret énekelni, így is szoktam bemutatkozni, mert ugye én nem vagyok képzett énekes, ott van Lovas Gábor, aki megzenésíti a ve, az általam kiválasztott verseket, valamit én is csináljak, és nagyon tehetséges zeneszerző, tehát ő egy tehetséges ember, és alázatos, végtelen alázatos, nagyon tisztelem, és ő, 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 ő ugye megzenésítette, hangszerelte, azt hiszem, hogy ezt így mondják, és akkor van ugye Pataj Péter, a egyik legjobb nagybőgős, a szilveszter, aki olyan prímás, olyan muzsikus, olyan hegedűs, hogy lemuzsikálja a csillagokat az égről. Ott van a mi drága Zsótér Csabink, Csabink, aki ugyan vendéglátós, de olyan fazon, olyan jól hozza a harmonikájával a hangulatot, és valakit ki hirtelen most így gondolkodom, hogy kifelejtettem, de nem így vagyunk. Szóval, hogy szerintem igényes muzsikát játszanak a fiúk. Én meg ott énekelgetek. Kinek szól ez a muzsika? Mindenkinek. Gyereknek, felnőtteknek. Hát vannak olyan versek, ami, amelyek uh, ugyan gyermekversek, de hát természetesen minden, ami a gyerekeknek íródik, az a felnőtteknek is szól. Úgyhogy ez a zene, ez mindenki számára élvezhető is tud lenni. Viszont az biztos nem falu napra való. Megtapasztaltuk. Oda nem ez kell. Szóval más, másfajta hangulatot hozunk mi. Azt gondolom, hogy, hogy egy picit jobban kell ott figyelni. Tehát Töltött káposztát is lehet alatta enni, vagy. de, de egy kicsit más. És egyébként a, a pupatrupa így a meseház hangja lett, mert hogy ott próbáltunk a meseházban, és akkor egy, egy Séner Mihályhoz írt versel indultunk a, a Kakas Huszárokkal, Ág István versével. Azt hiszem az volt az első, ami megszületett, és akkor így így a meseház hangja lett a pupatrupa. De a Váciháznak is volt zenekar, a Rokodál ott Lenkefi Zoltán volt a basszusgitáros, gitáros, Rákóczi a dobos, szóval Balázs Csongor, ugye a, a mi kedves színészünk, ő a gitáros, úgyhogy ahhoz képest, hogy nem vagyok képzett énekes zenész, ehhez képest így két is vagyok. Ha a jövőbe tekintünk, hogyan látod magad 15-20 év múlva? Mit fogsz csinálni akkor? Jaj, nem is tudom, hogy, hogy e e Egyben reménykedek, hogy élni fogok, ugye, mert az annyira nem egyértelmű, ezt egy jó ideje tudom. Mindenképpen azt szeretném, hogy, hogy egy picit jobban ismerjem meg önmagam, mert most ezen dolgozom, rájöttem, hogy mindenki mást ismerek, minden úgy zajlik körülöttem, de hogy, hogy egyre kevés, hát hogy nem, maga, önmagam nem ismerem és akkor szeretném megismerni egy kicsit jobban magam, a képességeimet, és hát hasznos dolgokat csinálni, így, ami, a, ami így a világnak hasznára van. Hát ez egy kicsit gicses, de, de azt hiszem, hogy <laughs> ez jó lenne. Ebben a műfajban van nyugdíj? Sőt, régen, régen bányász, mint a bányászok, olyan kedvezményezettek voltak a bábszínészek, is nehéz testi munka címszó alatt, és korábban mentek nyugdíjba, és járt nyugdíj is, megbecsülték a bábosokat. Úgyhogy remélem, hogy tényleg 15 év múlva lehet már nyugdíjas leszek, ha megére. Hogyan képzeled el azt az időszakot, amikor már nyugdíjas leszel? Hát... Édesapám azt mondta nekem, hogy én postás kellett volna legyek, mert én mindig úton vagyok. És én tényleg mindig úton vagyok. Én is elég sokszor észreveszem, most már így figyelek, mondom dolgokra, hogy én mindenhol ott vagyok. Tehát, ha valami érdekel engem, akkor megteszek mindent, hogy én azt átélhessem, hogy, azt, azt, a, a, hogy ha egy mód van rá, természetesen. Úgyhogy remélem, hogy ilyen jó kicsi, kíváncsi öregasszony leszek, aki így megy rendezvényekre, kiállítás megnyitókra, ahol lesz pogácsa hát egy ilyen... Meg hát nem tudom, hogy a bábszínház még, tehát fogok-e tudni még testileg ott hasznos dolgokat csinálni, ugye, mert van már gerincsérve, milyen bábos betegségeim már jelentkeztek. Mik azok a bábos betegségek? Hát a gerincsér, a, az, az, ugye az mi? hát ilyen apróság. Említetted, hogy a mai világunkban sok mindenhez kell érteni az embernek. Te mihez szeretnél még érteni? Szeretnék megtanulni beszélni, vagyis ne csak beszéljek, hanem mondjak is valamit, ugyan, úgy hogy szeretném érni, hogy összeszedettebben tudjak fogalmazni. Akkor mihez szeretnék érteni? Szeretnék uh, megtanulni tortát sütni, ilyen, uh, de ilyen szép tortákat finom tortákat, akkor olyan sok mindenhez. Meg belekóstolnék én is, hogy amiket eddig nem csináltam. Ha valaki most kezdené a szakmát, és bábszínész szeretne lenni, mit tanácsolsz neki, mire figyeljen? Higgyen a bábú életében, meg abban, hogy, hogy ez a műfaj nem alsóbrendű semmi másnál. Egyenrangú, színházzal, most kőszínházra gondolok, mert minden, minden egyéb mással, hogy, és sokkal, sokkal különlegesebb, meg és ő ezt tényleg higgye el. Vendégünk a Békés Csabai Napsugár Bábszínház bábszínésze, hivatalos mesemondó, só volt. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen, hogy itt lehettem!